Még nem telt el annyi idő a bejelentés óta, hogy mindenkinek sikerüljön megemésztenie a történteket, de valóban az történik, hogy a Microsoft megvásárolja az Activision Blizzardot, és persze a cégcsoporthoz tartozó Kinget is. Nem csak az esetleges érzelmi sok miatt érthető a felfokozott érzelmi állapot, legyen az pozitív vagy negatív okokból, hanem inkább azért, mert ekkora volumenű akvizícióra ezt megelőzően még sosem került sor a játékiparban. Sőt, ha a szórakoztatóipar nagy felvásárlásait és cégfúzióit helyezzük nagyító alá, akkor is csak maroknyi példát találunk olyan alkalmakra, amikor még ennél is nagyobb összeg cserélt gazdát. Microsoft ugyanis nem kevesebb, mint 68,7 milliárd dollárt fizetett az Activision Blizzardért, ráadásul készpénzben. Ezt ne úgy értsétek, hogy platós teherautóról öntik majd a dollár kötegeket a jelenlegi tulajdonosok lábai elé, hanem úgy, hogy a teljes összeget átutalják, és nem Microsoft részvények formájában egyenlítik ki a vételár egy részét vagy egészét. Az 1975-ben alapított Microsoft a világ egyik legértékesebb vállalata. Az amerikai cégek közül 2019-ben harmadikként lépte át piaci kapitalizációja az 1000 milliárd dolláros mérföldkövet. Csupán az Apple és az Amazon tudta megelőzni, ők egy évvel korábban értek el hasonló eredményt. A piaci vagy tőzsdei kapitalizáció dióhéjban azt az összeget takarja, amekkorára a piac beárazza. Ez pillanatnyilag 2272 milliárd dollár. A cég növekedésének, ha nem is kezdettől fogva, de azért elég régóta a részét képezik a felvásárlások. Az elsőre 1987-ben került sor. Akkor a Forethought Inc. szoftvervállalat 14 millió dollárért vált a Microsoft részévé. Olyan, mondhatni jelentéktelen apróságokat köszönhetnek ennek az ügyletnek a felhasználók, mint a Microsoft PowerPoint. Azóta 200-nál is több alkalommal éltek ezzel a befektetési per piacszerzési lehetőséggel a Redmondiak. Az ügyletek zömének értékét nem hozták nyilvánosságra, ami egyébként teljesen törvényes, hiszen nem nyílt részvénytársaságokról volt szó, hanem a legtöbb például kizárólag az alapítók tulajdonában volt. Viszonyításképpen azonban említsünk meg pár fontosabb akvizíciót a múltból, amelyeknél a felvásárlási ár is ismert. 1999-ben 500 millió dollárt fizettek a Hotmailért, 2002-ben 375 milliót a Rareért, 2011-ben 8,5 milliárd dollárért vették meg a Skype Technologies-t, majd 2013-ban 7,2 milliárdért a Nokia mobiltelefonokkal foglalkozó ágazatát. 2014-ben jött a Mojang felvásárlása 2,5 milliárd dollárért, 2016-ban pedig a LinkedInért már nem kevesebb, mint 26,2 milliárd dollárt fizettek. 2018-ban 7,5 milliárdért szerezték meg a GitHubot, 2020-ban pedig 8,1 milliárd dollárért vették meg a ZeniMax médiát és a hozzá tartozó Bethesdát minden stúdiójával együtt. Soha semmiért nem fizetett még tehát ennyit a Microsoft, az Activision Blizzard bekebelezésének költségéhez képest gyakorlatilag apró pénznek mondható a videójátékipar eddigi csúcs tartója, a Take-Two és a Zynga 12,7 milliárd dolláros boltolása. De ha kiszabadulunk a videójátékok buborékából, akkor azt látjuk, hogy a szórakoztatóipar teljes spektrumát figyelembe véve is kiemelkedően magas vételáról van szó. Ennél többet csak az AT&T adott a Time Warnerért, 85,4 milliárd dollárt 2018-ban, és a Disney a 21st Century Foxért, az 71,3 milliárd dollárba került nekik 2019-ben. Ehhez képest az MGM mindössze 8,45 milliárdért került az Amazon birtokába, a Pixar 7,4 milliárdért, a Marvel 4,24 milliárdért, a Lucasfilm pedig picivel több, mint 4 milliárdért lett a Disney része. A 68,7 milliárd dollárjáért cserébe az akvizíció lezárulta után, melyre várhatóan 2022. július 1 és 2023. június 30 között kerül majd sor, a Microsoft szerte számos valóban nagyértékű és közkedvelt franchise-ra, a Call of Duty-tól a Diablón át a Warcraftig. Tizet össze is szedtünk egy cikkben, csupa olyat, amit nagyon szívesen látnánk majd a Game Pass-ban, mert mint arra Phil Spencer az Xbox család új tagjának üdvözlésekor kitért, annyi játékot pakolnak be az előfizetéses szolgáltatásba az Activision Blizzard régi katalógusából, jelenleg fejlesztés alatt álló és még későbbi címeiből, amennyit csak lehet. Attól még persze, hogy valami az Activision kiadásában megjelent PC-re és Xbox One-ra, továbbá játszható Xbox Series X és S konzolokon, nem kerül be automatikusan, ha a jogokkal egy, a felvásárlás által semmilyen formában sem érintett harmadik fél rendelkezik.
márpedig a Sekiro Shadows Die Twice-t a From Software annak idején nem adta ki a kezéből. Mintegy 10 000 főt foglalkoztat az átmeneti időszakban még önállóan működő Activision Blizzard, és ha csak valamilyen okból nem kerül sorra nagyobb népvándorlásra, például ha Phil Spencer felügyelet alatt sem változik érdemben a céges kultúra, akkor ez a jelentős emberállomány is hozzájárulhat ahhoz, hogy megvalósuljanak a Microsoft CEO-jának, Satya Nadellának metaverzumról szőtt álmai. A felvásárlással a következő stúdiók és divíziók csatlakoznak az Xbox egyre nagyobbra növő családjához, mely még ezt követően is csak a harmadik lesz a sorban bevételét tekintve a Tencent és a Sony után. Az Activision játékait gondozó kiadó Activision Publishing, a Beenox, a Blizzard Entertainment, a Demonware, a High Moon Studios, az Infinity Ward, a King, a Radical Entertainment, a Raven Software, a Sledgehammer Games, a Toys for Bob és a Treyarch. Mint említettük, számos a kórjátékos réteg igényeire szabott franchise-ra teszi rá a Microsoft a kezét, de ebben a szegmensben igazából eddig is jelen volt. A Redmondiak hasonlóan izgalmasnak találhatták a lehetőséget, ha nem izgalmasabbnak, hogy a King révén betörhetnek a PC-s és a konzolos piacnál jóval jövedelmezőbb, és nem utolsó sorban nagyobb mobilos szegmensbe. Korábban is kísérletezett ezzel a Microsoft, de próbálkozásai rendre kudarcba fulladtak, elég csak a Forza Street bukására gondolni. Nem hanyagolható el továbbá a Kínában igen erős Call of Duty Mobile megszerzése, mert a Timi Studios alkotása szó szerint nyomtatja a pénzt, de a családbarát játékok szűkös portfóliójának bővülése és a Major League Gaming e-sport szervezet birtoklása sem utolsó. Míg a játékosok zömét az esetleges exkluzivitás kérdése foglalkoztatja, addig az üzleti élet szereplői inkább arra kíváncsiak, hogy helyén hagyja a Microsoft az Activision Blizzard ügyvezetőjét. A meglehetősen népszerűtlen, ugyanakkor rendkívül eredményes Bobby Kotick az alkalmazottaknak írt nyílt levelében egyértelművé tette, hogy az akvizíció lezárultáig nem engedi ki a kezéből a gyepőt, az viszont már kétséges, hogy utána is maradhat-e. A Wall Street Journal forrásai úgy tudják, megállapodás született a felek között Kotick távozásáról, aki közel 300 millió dollárral vigasztalódhat. Posztján Phil Spencer követi, akit az újonnan létrehozott Microsoft Gaming CEO-jának is kineveztek. Ez alá fog betagozódni az Xbox Game Studios, a Bethesda Softworks, avagy a ZeniMax Media, valamint az Activision Blizzard is. Ugyanaz történik épp, mint 2020 őszén, mikor a Microsoft bejelentette az addigi legnagyobb videójátékos fogását, a Bethesda mögött álló ZeniMax Media felvásárlását. Az akkori, sokféleképpen interpretálható nyilatkozatok kellően homályosak voltak ahhoz, hogy a PlayStation konzolok mellett elkötelezett játékosok úgy gondolják, a Microsoft legfeljebb ideiglenes exkluzivitást fog megkockáztatni, mert rá van szorulva az ő pénzükre. Nagyobbat nem is tévedhettek volna, mert a Redmondiak csupán az addig megjelent címeket hagyták meg nekik, és a későbbiekben legfeljebb már csak olyan újdonságokra lehet számítani, amelyek valamilyen korábban megkötött szerződés, esetleg egy licenszpartner kikötése miatt mindenképpen el kell, hogy készüljenek a Sony gépeire is. Phil Spencer egy interjúban úgy fogalmazott, a Sony platformján Activision Blizzard játékokat pörgető gamerekhez szólva, hogy nem áll szándékukban közösségeket elvonni attól a platformtól, és emellett ki is tartanak. Értelmezze ezt mindenki úgy, ahogy akarja. A Bloomberg úgy tudja, a Microsoft hasonló stratégiát követ majd, mint a Bethesda játékainál, némelyek PlayStation-on is megláthatják a napvilágot, míg más alkotásokkal kizárólag azokon a platformokon játszhatunk majd, amelyeken elérhető a Game Pass. Ez jelenleg a PC, az Xbox konzolok és a felhő. Természetesen szólnak érvek az ellen, hogy a Call of Duty-hoz hasonló, hagyományosan a multiplatform franchise-ok Microsoft exkluzívvá váljanak, de ezek a potenciális bevétel kiesésre és a játékosok haragjára korlátozódnak. Phil Spencerék nem hülyék. Valószínűleg minden lehetséges forgatókönyvet végigvesznek, és minden elképzelhető következménnyel számolnak, majd azt követően mérlegelnek. Tehát tisztában vannak azzal is, hogy minden egyes PSN el nem adott játékon buknak, de ugyanígy bukik a Sony is. Egyrészt elveszíti a platform gyártójának járó 30%-os jutalékot, másrészt pedig abból a casual rétegből, amelyik a multiplatform címekért és nem az exkluzívokért vesz konzolt, és bizony ők vannak többségben, sokan átvándorolhatnak a konkurenciához. A már 25 millió előfizetőnél járó Game Pass számára óriási lökést jelenthetne, ha a Warzone-t és a régi részeket leszámítva nem lehetne többé PlayStation-on kodozni. De, és ez még az eddigieknél is merészebb gondolatjáték, a Call of Duty-k és társaik arra is alkalmasak lehetnek, hogy a Microsoft olyan pozícióba kényszerítse a Sony-t, hogy kénytelen legyen beadni a derekát és felengedni a Game Pass-t a PlayStation-okre. Ne feledjük,
A Microsoft célja nem az, hogy több konzolt adjon el, mint a Sony, hanem hogy az általa támogatott platformokkal, a Game Pass szolgáltatással és a felhő technológiával ne csak felhasználók 100 millióit érje el, hanem milliárdjait. Erre most minden korábbinál nagyobb esélye van. Minden hatás kivált egy ellenhatást. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy a Sony, melynek vezetősége lenyomhatott pár maratoni meetinget mostanában, valahogyan reagálni fog. Ez a lépés sokféle döntésben ölthet formát, kezdve azzal, hogy a megrodgyant részvényárfolyam dacára nyugodt magabiztosságot sugárzó cég arra koncentrál, hogy bemutassa az év első felében érkező sikervárományos játékait, köztük a Horizon Forbidden Westet. A felzúdult, vagy pánikba esett közönség jelentős része persze azt várja, hogy a Sony ne csak célzottan vásárolgasson, hanem vegyen meg végre minden estől egy nagy kiadót. A majdnem Activision Blizzard kaliberű Electronic Arts és a zingával súlyosbított Take-Two feltehetően túl nagy falat lenne, de még a Square Enix, a Bandai Namco, a Capcom vagy a Sega ára is meghaladhatja a lehetőségeit. Emiatt arra látunk több esélyt, hogy továbbra is egy-egy gondosan kiválasztott stúdió megszerzésével, valamint ideiglenesen vagy örökre exkluzívvá tett külsős címekkel, és persze saját robosztus felhozatalával gondoskodik arról, hogy konzoleladások tekintetében az élen tudjon maradni. Emellett nem szabad elfeledkezni a hivatalosan még le sem leplezett, állítólag Spartacus kódnéven futó szolgáltatásról, amely egyesítené a PlayStation Plus és PlayStation Now előnyeit, és idővel akár pont olyan fontossá válhat a Sony számára, mint a Game Pass a Microsoftnak. Alig hanem ez lehet az elkövetkező hónapok legnagyobb horderejű bejelentése a japánok részéről. Egészen máshogy fest viszont a Microsoft helyzete. Ha lesz is gátja a további terjeszkedésnek, egészen biztosan nem az anyagi korlátok miatt. Miután bevétel alapján még mindig csak a piac harmadik legnagyobb szereplője lesz, nem beszélhetünk monopól helyzetről, de a stúdiók számát tekintve sem, mert abban az Embracer Group vezet torony magasan. Viszont tény és való, hogy ha ezt az ügyletet engedik végigmenni a hatóságok, és nem merül fel kifogás a versenyjogi szempontból, akkor minden további akvizíciót és annak esetleges piactorzító hatásait még alaposabb vizsgálatnak vetik majd alá, mint az azt megelőzőt. Korábban már megpróbáltuk megtippelni egy cikkben a GSO-n, hogy melyik stúdiót vásárolja majd fel legközelebb a Microsoft. Az akkori jelöltjeink közül kiesett a Bluebird Team, melybe beszállt a Tencent, és nem igazán jöhet már szóba a Moon Studios sem, amelynek alapítója amiatt kritizált a korábbi partnerét, az Orient the Blind Forest és az Orient the Will of the Wisps kiadóját, mert nem elérhetőek a játékai és szolgáltatásai minden platformon, mintha ez csak a Microsofton múlna. Nem engedtük el viszont teljesen a Sega-t, mert igaz, hogy az újra és újra felröppenő pletykák ellenére továbbra sem került sor az Xbox előtt a japán piacra ajtaját szélesre kitáró akvizícióra, a felek hosszú távra szóló stratégiai megállapodást kötöttek. Valamint továbbra is a potenciális jelöltek listáján tartjuk az Asobo Studiót, amelynél a legjobb kezekben van a Microsoft Flight Simulator. A francia csapat emellett story fókuszú single player élményekben is erős, idén érkező középkori kalandja, a Plague Tale Requiem már a megjelenés napján elérhető lesz a Game Passban. Rajtuk kívül felírhatjuk még az IO Interactive, az Avalanche Studios és a Crystal Dynamics 3-asát. Az előbbi Project Dragon címmel fantasy szerepjátékot gyúr az Xbox számára, az új Hitman trilógia pedig már a Game Pass kínálatát erősíti. A közbülső szintén exkluzív címen a kooperatív Contrabanden dolgozik. A legérdekesebb a Crystal helyzete, amely egykori stúdióvezetője irányítása alatt besegít a The Initiative csapatának a Perfect Dark Reboot fejlesztésébe. Iparági berkekből származó pletykák szerint mindhárom projektre vizsgamunkaként tekint a Microsoft, azaz ha elégedett lesz az eredménnyel, akkor tesz majd egy vételi ajánlatot. Az IO Interactive és az Avalanche függetlenek, ellenben a Crystal a Square Enix tulajdona. Azért a Square Enixé, amelyik mostanában feltűnően a japán stúdióira és azok alkotásaira fókuszál, és erről is sutyorognak ismert szivároktatók, egyre inkább nyűgnek érzi a néhai Eidos bekebelezésével megszerzett nyugati portfóliót. Tehát ez alapján elképzelhető, hogy ha majd jelentkeznek a kérők, a Sony-tól a Tencenten át az Embracerig többen szóba jöhetnek ám, nem csak a Microsoft, akkor nem külön-külön szemezgetnek majd a stúdiók és a franchise-ok közt, hanem visznek mindent egy csomagban. Reméljük, hogy ez a magyarázó videó minden fontosabb kérdésetekre megadta a választ. Ha tetszett, akkor mindenképp dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra, és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról.
Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!